Idén online módon rendezte meg a gimnázium az országos tanulmányi versenyt. A részletekről Tóth Barna igazgatót kérdeztük. Idén online módon rendezte meg a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium a dr. Hajtú Moharos József református országos tanulmányi versenyt. A részletekről Tóth Barna igazgatót kérdeztük. Mindeddig 8 alkalommal sikerült megrendeznünk már a dr. Hajdú Moharos József országos református földrajzi tanulmányi versenyt, ami két fordulóból állt, mindig a diákok a saját iskolájában írtak egy első fordulós feladatsort, és akkor ennek eredményei alapján kategóriánként 10-10 embert hívtunk be ide Karcagra az országos döntőre. Az idei tanévben át kellett gondolnunk, hogy hogyan is tovább. Ugye a személyes találkozásoknak a lehetősége az nem adott pillanatnyilag, viszont mi szerettünk volna mindenféleképpen ragaszkodni a versenyhez, ragaszkodni az irántunk érdeklődő versenyzőkhöz, és arra jutottunk, hogy digitálisan megpróbáljuk megszervezni a második döntőfordulót is. Itt időben tájékoztattuk az iskolákat arról, hogy ez hogyan fog történni, és ez is egy második fordulós írásbeli feladatsornak a kiküldésével történik, amit a tanulók a saját iskolájukban írnak meg, viszont az értékelés az már központilag fog történni. Most mindkét fordulót otthon írták a diákok. A beérkezett munkát 4 zsűri értékeli majd. Megpróbáltunk minél több mindent megtartani, mindabból, amit eddig értékként sikerült felsorokoztatni emellé a verseny mellé. Most itt kifejezetten arra gondolok, hogy ugyanúgy felkértük kategóriánként a zsűri tagokat. Az első kategóriában Szentesi Zoltán tanár úrat, a mi iskolánknak a tanárát, aki az általános iskolás kategóriát képviseli, és a 3 középiskolás kategóriára pedig Borosné Szlávik Máriát és Bodor Tibor tanár urat, tanárnőt és tanár urat a Szolnoki Verségi Ferenc Gimnáziumból, és a 4. kategóriára pedig Fábián Nikolett tanárnőt Jászberényből, a Lehel Vezér Gimnáziumból. Ezzel is szeretnénk megadni a versenynek a rangját és a tisztaságát is természetesen. A 41 versenyző 12 iskolából jutott a döntőbe. Köztük van egy Kárpátaljáról, Nagyberekből, Erdélyből, Kézdivásárhelyből is egy-egy. Kategóriánként 10 versenyző ír döntőt, illetve az egyik kategóriában egy holtverseny miatt 11-en vannak. Úgy gondoltuk, hogy nem vesszük el ezt a lehetőséget senkitől sem. Örömteli még, hogy ebben a nehéz helyzetben is elég sokan, sőt, körülbelül annyian jelentkeztek erre a versenyre, mint szoktak. Ez azt jelenti, hogy 80-on fölüli nevezés érkezett, és örömteli az is, hogy a határon túli területekről is vannak jelentkezők, tehát például Kárpátaljáról, Nagybereg, vagy pedig Erdélyből, Kézdivásárhely is a versenyzők, sőt a döntőbe jutottak között van. A verseny névadója dr. Hajdú Moharos József geológus, geográfus, édesanyja Vadász Eszter volt az iskola öreg diákja. Ő kezdeményezte fia emlékére a versenyt. Dr. Hajdú Moharos József, geológus, geográfus, legfőképpen az ELTE-nek volt ő munkatársa, professzora, és az ő édesanyja volt ennek az iskolának az öreg diákja, Vadász Esztike néni, és hát mindenféleképpen a szakmai életútja és az emberi életútja iránti tiszteletből rendezzük ezt a versenyt. Tudni kell róla, hogy református kötődésű, de ez felnőtt korában már tudományos fokozatok birtokában vállalta ezt a dolgot, valamint mindenféleképpen kiemelendő a Kárpát-medence helységneveit feldolgozó munkássága, és ezzel a Kárpát-medencét egységes egészként, mint magyar szülőföldként és magyar hazaként jeleníti meg a saját szakterületén belül, úgyhogy ez úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára nem csak szakmai szempontból, hanem lelki szempontból is nagyon fontos. A verseny eredmény hirdetése heteken belül digitálisan lesz.